újabb része a kalandagaraknak. Ezúttal is kirándulni fogunk, de nem teljesen úgy, ahogy eddig. Lehet, hogy ez egy sorozat lesz, lehet, hogy csak ez az egy videó lesz, de mindenképp szerettem volna veletek megosztani az egyik kedvenc kiránduló helyünket. Ez pedig a Rohonci tó és környéke. Itt tőlünk nem messze, pontosan, ugyanis gyűjtöttem megint információkat. Kőszegtől 14 km, Szombathelytől pedig 15 km-re található, nagyon közel a határhoz. Ez a kis település, illetve maga a tó. És azt előre leszögezem, hogy érdemes tudni, hogy ide nem mindig lehet jönni kutyával, ugyanis általában júniustól augusztus végéig szezon van, tehát ilyenkor fürdőtóként üzemel, mégpedig úgy találhatjátok meg, hogy Bad Ezerechnitz, és ilyenkor sajnos nem lehet bevinni kutyát, de hogyha éppen nincsen szezon, akkor természetesen körbe lehet sétálni, illetve elég sok túraútvonal indul innen ki. Föl is mehettek akár az Irodkőre, amit sajnos nem találtam meg, hogy hány kilométerre van, de körülbelül hasonló a táv, mint velemből. Viszont lehet, hogy egy kicsikét meredekebb, egy kicsikét húzósabb, de alapvetően nagyon jó kiránduló útvonalak vannak ott a környező erdőkben. Nem is olyan nagyon meredek, meg van fölmenős a hegyre, de nagyon szép kilátás van, érdemes mindenképp felfedezni a környéket, hogyha itt jártok. És még gyűjtöttem róla egy-két információt, mégpedig az, hogy maga a tó 300 méter hosszú, 100 méter széles, és ez egy elég mély mesterséges tó, ugyanis 7 méter a maximális mélysége, és az átlag mélysége is elég nagy. És ami még jó, amikor nincsen szezon, akkor a kutyákat föl lehet vinni a homokos pályára, ugyanis van egy homokos röplabda pálya, ami ilyenkor ugye nem üzemel, és ilyenkor teljesen megbolondulnak a kutyák, hogyha oda megyünk velük, mert nagyon szeretik, illetve nagyon szép fotókat lehet csinálni, ugyanis ez egy völgybe van, teljesen erdő található, ősszel nagyon szép, tavasszal is nagyon szép, illetve ilyen jó kis fa stégek vannak, amik teljesen jó fotó alanyok lehetnek, illetve nagyon szép fotózásokat lehet itt, hogyha olyan idő van. Azt érdemes tudni, hogy itt mindig egy kicsit hidegebb van, ugyanúgy, mint Kőszegen, pláne télen, illetve nagyon meredek az autós út oda le, tehát vigyázni kell, hogy esetleg, hogyha nagyon tél van, akkor ne jöjjetek olyan autóval, amelyik nem tudott közlekedni. És ha már fotózásról van szó, közeledik a karácsonyi fotózás, és én nem is voltam rest, és szereztem hozzá kellékeket. Jobban mondva, csináltam egyet, ez az egyik. Lekapcsolom, hogy lássátok. Ez olyat, amit lehet kapni egyébként a Lidlibe is. Fogtam egy ilyen kis LED sort, tettem bele egy befőttes üvegbe kétféle színű, passzoló színű gömböt, illetve más méretű gömböket, és a tetejét pedig befestettem körömlakkal, mert a körömlak a leghozzáférhetőbb itthoni festékem, és amit a Kikbe nem bírtam otthagyni, az pedig, hogyha valaki követ minket Instagramon vagy Facebookon már láthatta, ez a kis szárnyacska, hát amikor megláttam, úristen, nem bírtam otthagyni. És egyébként tavalyról van egy glóriás fejpántunk is, szóval majd meglátjuk, hogy alakul. Tehát talán lesz valami a karácsonyi fotózásból is. Igaz, eléggé el voltam keseredve, hogy nem tudok idén kitalálni semmilyen jó tematikát, hiszen a tavaly annyira jól sikerült, de meglátjuk, hogy mit tudunk alkotni. És hát reméljük, hogy tudom folytatni ezt a sorozatot, hogyha nem, akkor reméljük jövök más videóval, és hogyha szeretnétek, akkor behind the scene videóval is jövök nektek, hogyha tudok csinálni, hiszen tavaly is elég nagy sikere lett ennek. És hát további szép hetet kívánok nektek, ha hétvégén nézitek, akkor jó pihenést! Sziasztok!